Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, a mai Boldog Percekben egy új témába kezdünk bele, mégpedig a jobb agyféltek és rajztanulásba, ami, megmondom őszintén, nekem még egy kicsit, hogy szoktak ezt mondani? Hottentotta, ugye? Valahogy így szoktak mondani. Szóval, itt a Max Rádióban köszöntök sok szeretettel mindenkit, akár a maxradio.hu-n, akár most már a radioretro.hu-n hallgattok bennünket. Szóval, a jobb agyféltek és rajztanulás. Mi is ez? Hát nem én fogom nektek ezt elmondani, van nekünk egy szakértőnk, a Valdor Art képviseletében. Itt van velünk, ha minden igaz, Dorogi Andrea. Szia, Andi! Szerbusz! Köszöntöm a hallgatókat! Andi, segíts nekünk, hogy mi is ez a jobb agyféltek és rajztanulás? A jobb agyféltek és rajztanulás egy alternatív tanítási módszer. Attól alternatív, hogy nem a hagyományos akadémiai módszerekkel tanítja meg az embereket rajzolni és festeni. Az eredeti módszer az Betty Edwards nevéhez fűződik, aki egy Amerikában élő rajztanár, és azt találta, amikor tanította a rajzot, hogy vannak gyerekek, akik anélkül, hogy bármilyen instrukciót kapnának, nagyon szépen és jól tudnak rajzolni, és vannak olyan gyerekek, akik meg nem tudnak lerajzolni valamit. Amikor megkérdezte a gyerekeket, hogy miért nem tudod lerajzolni, akkor azt a választ kapta, hogy azért, mert nem látom, vagy nem azt látom, nem úgy látom. És erre válaszként dolgozott ki egy olyan módszert, ami elsősorban a látásmódot fejleszti, azt tanítja meg, hogy mire kell figyelni és mire kell koncentrálni rajzolás közben. Uh-huh. Ezt a módszert azért nevezte el jobb agyféltek és rajzolásnak, mert abban az időben, amikor ő ezt kutatta és ezt a kérdést feszegette, akkor volt egy amerikai pszichológus, egy Sperry nevű pszichológus, aki ő fogalmazta meg először, hogy az agyban a vizualitás, a kreativitás, a rajzolás az a jobb agyféltekéhez tartozik. Azóta már kicsit finomodott az agykutatás, és nem mondjuk azt, hogy kizárólag a jobb agyféltekéhez tartozik, de ő annak idején ezt a módszert így nevezte el, egy jobb agyféltekés rajzolás, ami szerintem teljesen mindegy, hogy hívjuk. Lényeg, hogy egy működő módszer van mögötte, amivel nagyon gyorsan és látványosan lehet fejlődni. Persze, Andi, egyébként igaz az, hogy mi emberek csak az egyik agyféltekénket használjuk legelső sorban? Szerintem nem. Mert sokan egyébként összekeverik ezt a két dolgot, és azt mondják, hogy persze, mert az egyik agyféltekénket használjuk csak. Nem. Mi pont tavaly csináltunk egy ilyen agykutatást arra a kapcsolatban, hogy mi történik az agyunkban akkor, amikor rajzolunk, és három tevékenységet hasonlítottunk össze, ilyen EEG-vel, kvantitatív EEG-vel lemértük az agyműködésünket, akkor, amikor számítógépen dolgoztunk, akkor, amikor olvastunk számunkra egy ilyen szórakoztató irodalmat, és rajzoltunk. Ezzel a jobb agyféltek és rajzolás módszerével rajzoltunk. Itt most az a lényeg, hogy nem csak szirkálgattunk a lapra, vagy nem csak színezgettünk, hanem fejben tudatosan végeztük azokat a gyakorlatokat, ami a jobb agyféltek és rajzolásnak a sajátja. Uh-huh. És azt néztük meg, hogy mit mutat az EEG, hogy van-e különbség a három tevékenység között. És abszolút volt kimutatható különbség, hogy teljesen másképp működik az agy akkor, amikor rajzolsz, és teljesen másképp működik akkor, amikor dolgozol, vagy olvasol. És nem tudtuk azt kimutatni, és nem is, tehát az, hogy a rajzolás kifejezetten jobb agyféltekés tevékenység lenne,
sőt, azt mutattuk és azt mértük, hogy a két agyféltekes szinkronban dolgozik, azaz összehangolódik a két agyfélteke rajzolás közben, és ezt nem is mértük le sem rajzol, sem olvasás, sem munkavégzés során. Tehát egyértelműen kimutatható volt, hogy másképp működik az agyrajzolás közben, de nem lehet azt mondani, hogy dominánsan ez vagy dominánsan az az agyfélteke. Ezért is mondtam azt, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy hívjuk a módszert. Egyébként mi itt házon belül úgy kereszteltük el, hogy teljes elmés rajzolás. Tehát teljesen mindegy, hogy hívjuk. A lényeg az, hogy működik, és tényleg nagyon gyors fejlődés lehet vele elérni. Szuper! A honlapotokon, a valdorált.hu-n én olvastam egy nagyon érdekes példát, és ezt most, ha megengeded, akkor fel is olvasom, jó? Jó. Azt írjátok itt, hogy amikor még általános iskolás voltam, rajzórán azt a feladatot kaptuk, hogy rajzoljunk le egy összegyűlt papírt. Az óra vége felé sok osztálytársam körbeállt, és nézték, milyen tök jó lesz, amit éppen rajzolok. Az egyikük meg is szólalt, jé, te úgy rajzolsz, hogy nem is nézel rá a rajzodra. Nekem ez fel sem tűnt, hogy így rajzolok. Ha megkérdezték volna, hogy tudtad ezt így lerajzolni, nem tudom szavakba önteni, vagy nem tudtam volna szavakba önteni azt, hogy hogyan csináltam. És ez nagyon megfogott engem, ez az írás a honlapotokon, mert ez egy kicsit mutatja azt is, hogy amivel ti foglalkoztok, az valahogy valami más, ugye? Hát igen, hogy vannak emberek, akiknek ösztönösen jól megy a rajzolás, de nem tudják megfogalmazni, hogy mi az, amit éppen csinálnak. Tehát jól megy, de nem tudják megfogalmazni. Amit mi csinálunk, az az, hogy tudatosítjuk ezeket a lépéseket, hogy mit kell csinálnod fejben. Tehát nagyon sok minden múlik azon, hogy fejben történnek a dolgok, és nem... Tehát nem az, igazából a vetélzás is azt mondja, és mi is azt halljuk, hogy nem rajzolni tanítunk, hiszen rajzolni mindenki tud. Van annyi kézügyességed, hogy meg tudod fogni a ceruzát, tudod vele kanyarítani a ceruzát, és itt igazából fejben történik a lényeg, hogy lépésről lépésre lefordítjuk emberi nyelvre azt, ami másoknak ösztönösen megy. Igen, nagyon sokszor hallom én is, hogy minden fejben dől el. Gondolom, hogy ez igen, is. Igen, ez is ilyen. Igen, ez is ilyen. Négy trükk van igazából, amit meg kell tanulni erről a jobbagyféltekés rajzoláson, hogy mi az a négy dolog, amire figyelned kell rajzolás közben. A legnagyobb és legfontosabb dolog szerintem az, hogy nem elég egy dologra figyelni, hanem folyamatosan nézőpontot kell változtatni rajzolás közben. Hol a vonalakra kell figyelni, hol a negatív terekre, hol a pozitív terekre, hol az egyszínű formákra, és ezt kell tudatosítani, és ezt kell begyakorolni, hogy ezek a megfigyelések és ezek a nézőpontváltások, ezek jól menjenek. Tehát ez az a négy dolog. Igen. Én nem tudtam megjegyezni, felsorolnád még egyszer ezt a négyet? Hát, hogy nézőpontot kell váltani rajzolás közben. Igen. Ez a legfontosabb, és hogy hol vonalakra kell figyelni, hol negatív terekre, hol a pozitív formákra, és hol pedig az egyszínű formákra kell figyelni rajzolás közben. Oké, köszönöm, remélem a hallgatók is megjegyezték. A másik dolog, amit olvastam rólatok egyáltalán a jobb agyféltek és rajzolásról, hogy nagyon-nagyon gyorsan lehet haladni vele, de miért van ez, Andi? Mert hogy nem technikát tanít, nem rajztechnikát, hanem látásmódot. Tehát például ugye a jobbagyféltek és rajzolásnak is egyébként vannak olyan technikái, amit a hagyományos akadémiai módszer az elítél, vagy nem veszi be számításba. Ilyen például az árnyékolás technikája, hogy amikor már a diákjaink eljutnak oda, hogy el tudnak készíteni egy vonalas rajzot, ugye ehhez kell a látásmódváltoztatás, hogy ez el tudjon készülni egy élethű rajz, akkor utána jön a tónusozás. A tónusozáshoz mi az elmosás vagy maszatolás technikáját használjuk, mert ez egy nagyon gyors és könnyen elsajátítható módszer. Ugyanakkor az akadémiai módszer, a hagyományos módszer, ő ezt elítéli, és nem is enged maszatolni, vagy nem is enged elmosást alkalmazni.
hanem az árnyékolási technika, az a vonalas árnyékolási technika, és ezt szeretnék begyakoroltatni a diákokkal. Ugye ez egy technikai tudás, ez a vonalas árnyékolás például, és ez lényegesen több időt vesz igénybe ezt megtanulni, elsajátítani, mint például ez a matatolás. Tehát vannak dolgok, amik le vannak egyszerűsítve, mert a lényeg itt a látásmódban van. Én azt gondolom egyébként erről az alternatív képzésről, tehát a jobbagyféltekés képzésről és a hagyományos módszerről, hogy a kettő együtt összegyúrva egy nagyon hatékony módszer tud lenni, hiszen a jobbagyféltekés tanít egy olyan látásmódot, amit az akadémiai módszer nem, de az akadémiai módszerben meg sokkal több olyan technikai tudás van, ami a jobbagyféltekésben nincs. Tehát a kettő együtt szerintem kiegészíti egymást. Nagyon érdekes, amiket mondtál. Én nagyon örülök neki, hogy elkezdtünk erről a témáról beszélgetni, mert szerintem nem csak engem érdekel, hanem a hallgatókat is, hogy egy kicsit megismerjük, egy-két tévhitet eloszlassunk, és ha valaki bővebb információt szeretne rólatok, akkor hol talál meg benneteket? Hát a honlapunk az a valdorart.hu. Vannak tantermi tanfolyamaink, ezek legfőképpen Budapesten vannak. Vannak bentlakásos táboraink, ezek Balatonföldváron. És hogyha minden kötél szakad, és szeretné valaki megtanulni ezt a módszert, de nem tud személyesen eljönni hozzánk tanfolyamra, akkor minden tanfolyamunkat elkészítettük online változatban. Így bárhol a világon lehet tanulni. Nálunk az online tanulási forma az úgy működik, hogy filmeket kapnak a diákok. A filmekben mi végig elmondjuk a feladatokat, meg is rajzoljuk őket, tehát mindenki látja azt, hogy rajzolunk, hogyan magyarázunk, és folyamatosan magyarázunk közbe. A filmek mellett vannak letölthető rajzgyakorlatok, mintarajzok, amit saját gépre mindenki letölthet, kinyomtathatja magának, és teljesen úgy tud tanulni, mintha egy személyes tanfolyamunkon lenne ott. Felhasználó névvel és jelszóval védett felületről lehet nézni ezeket a filmeket. Én tudom, hogy az online tanulásnak sokan mondták azt, hogy az a hátránya, de hát nincs ott a személyes segítség. Minden ilyen online csomagunkhoz tartozik személyes segítség, úgyhogy akár telefonos konzultáció, akár e-mailes konzultáció, illetve a Facebook oldalunkon van most már egy rajzoljongó klubja nevű csoport, ahol fel lehet tölteni rajzokat, lehet tőlünk kérni segítséget. Tehát megszoktuk adni ezt a segítséget is, amit a személyes tanfolyamainkon megadjuk. Nyilván időben egy kicsit később, tehát nem azonnal tudunk reagálni mindenre, mint hogyha személyesen ott lennénk. Ez az egy talán hátránya van az online tanulási formának. Az előnye szerintem pedig az, hogy ugye, hogy bárhonnan elérhető. Ha valaki nem tud több napot kiszakítani az életéből arra, hogy elvégezzen egy tanfolyamot, akkor a saját időbeosztása szerint ezzel tud haladni, és akkor tudja nézni a filmeket, amikor akarja. Több évre megkapja a jogosultságot a film megnézéséhez, tehát nem is egy ilyen nagyon szűk korlátozott időre áll rendelkezésre. Én a magam részéről online párti vagyok, mert én is pont abban a korosztályban tartozom, hogy munka, hétvégén a tanfolyamok, gyerekeink vannak, tehát, hogy nagyon nehezen tudok időt szakítani arra, hogy 3-4 napra kivonjam magam a forgalomból. És szerintem az online tanulásnak az egyik nagy előnye az, hogy látják az emberek azt, amit nem csak elmondjuk feladatokat, hanem látják azt, hogy hogyan rajzolunk, hogyan festünk, hogyan használjuk a krépát. Így van, most már legalább a hallgatók tudják, hogy Dologi Andi ugyanúgy 20 múlt, mint én, úgyhogy egy idősek vagyunk, ugye Andi? Igen. Abszolút. No, kedves megszeredi hallgatók, az elmúlt percekben szakértőnket a Valdorart képviseletében Dologi Andreát hallottátok. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, legközelebb innen folytatjuk. Oké, én is köszönöm. Szervus, szia. Sziasztok. Ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A
műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdor Art. www.valdorart.hu